Sziasztok! Köszöntelek benneteket ebben a videóban. Most egy unboxinggal jöttem nektek, mint szinte majdnem mindig. Ezt pedig a Safi féle webshopból rendeltem. Ez a diétás termékek webshopja. Onnan rendeltem. Minden hónapban szoktam onnan rendelni. Mindig a ugyanazokat a termékeket szinte. Itt van a számla. És akkor meg is mutatom nektek, hogy mik vannak a dobozban, hogy ne tartson túl sokáig ez a videó. Azt mondja, hogy az első, az egy Safi Reform zappehely, még meddig gluténmentes, mert nekem az nagyon fontos, hogy gluténmentes legyen, és 500 grammos. Itt van, Safi Reform gluténmentes zappehely, és 500 grammos változatban, vagy kiszerelésben. Itt alul lehet is látni, hogy ez milyen szemcsés körülbelül. Tehát így néz ki. Jó, ez volt, bocsánat, 799 forint. A következő az a Safi Reform chia mag. Ez 250 grammos, itt van oldalt rajta, 250 grammos, ezt is meg lehet tekinteni itt alul, mert ez ilyen kis ablakos, ez a kis tasak. Ez 598 forint volt. Ezt minden reggel használom őket együtt. A reggeli zapkásámba szoktam tenni chia magot is, vagy chia magot, vagy ki hogy hívja. Jó, akkor következő az Absorize vaníliás, szójamentes és gluténmentes vega fehérje por. Ő. Én ezt szívből tudom ajánlani, mert ő jó minőségű termék. Bocsánat, csak pont innen világít a napocska be. Szóval nagyon jó minőségű a termék, vegán. Nekem ez nagyon fontos, hogy ne legyen benne sem glutén, sem ugye tejszármazék, sem semmi olyan egyéb más adalékanyag, ami egy egészséges ember számára lehet, hogy nem gáz, viszont egy olyannak, akinek van egy nagyon súlyos, nagyon komoly és kezelés alatt álló autoimmun betegsége, mint nekem nem jó bizonyos adalékanyagok. És itt mutatja is, hogy ugye nincs benne tejszármazék, nincs benne glutén. Ez nem tudom, hogy mit jelent, gyerekek, ezt nem tudom, hogy mit jelent ez az ábra. GMO-mentes, 72% valami protein, nem tudom, mi ez a net content protein, nem tudom, mi ez. És 100%-osan vegán termék, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon tudom ajánlani. Növényi fehérjepor és édesítőszerrel készült, rizsfehérjéből van, valamint borsófehérjéből. Úgyhogy itt ez az. És én ezt szoktam fogyasztani reggeli zapkásámmal keverve, és lehet, hogy magában meginni, nem egy finom valami, de így a zapkásomba belekeverni teljesen jó. És egy olcsóbb kategóriás termék mindenféleképpen, mondjuk, mint a biotekes, mert magában meginni a biotekeset szoktam. Aztán itt van a másik változata. Mind a kettő egyébként 3505 forint. Mind a kettő. 3505, és akkor ez a vaníliás, ez pedig az epres változat. Ilyet még nem kóstoltam, ezt most fogom tesztelni. Szintén olyan jó jelzőkkel bír, mint a másik. Tehát ez is gluténmentes, tejmentes, cukormentes, GMO-mentes, 100%-ig vegán. Igen. Úgyhogy steviával van ízesítve, ez is ugyanúgy rizs és borsó fehérje keverék. Jó, és akkor mind a kettő 3505 forint volt, akkor ami még van itt nekem, a legutolsó termékem, az pedig a kókuszkrém.
Az pedig ez a fajta, ez a kara kókuszkrém. Ezt találom még a legolcsóbbnak, mert húha, 300, mennyibe is kerül, várjatok már. 7 darabot vettem, hát majdnem 400 forint. Majdnem 400 forint, 390 forint talán, így van, vagy 389, így van valahogy. És 7 darabot vettem, úgyhogy azok vannak még itt nekem benne a dobozomban, az a 7 darab kara kókuszkrém. Én ezt szoktam használni, hogyha jégsalátára dressinget csinálok, mert én nem tudom magába megenni. Ezt szoktam úgy, hogy ebbe keverek mondjuk fokhagymát, petrezselymet, sót, borsót, egy kis piros paprikát is, hogy mondjuk olyan színe legyen, mint egy Ezer-szigetnek. És akkor ad neki egy kellemes ízt, szoktam még bele aszkorbinsavat is tenni, attól kellemesen ilyen pikáns lesz az íze, vagy citromlevet, úgyhogy így összekeverem, egy ilyen kis dressing lesz belőle, és akkor ezt teszem rá mindig a salimra. Úgyhogy ennek összetétele természetes kókuszkrém, 99,9%-os, és vannak még benne stabilizátorok. Indonéziából származik, és 200 ml. Régebben kokomászt használtam, de a kokomász az sokkal, hát nem sokkal, de vagy 50 forinttal drágább, úgyhogy mondtam, hogy jó lesz nekem ez a kara. Egyszer kipróbáltam, és tényleg teljesen meg vagyok vele elégedve, úgyhogy azóta is ezt használom. És akkor azért vettem így többet, mert ugye egy ilyet, ha bekeverek, van nekem egy ilyen kis tupperes poharam, van egy ilyen kis tupperes poharam, ez a pohár körülbelül 25 éves, és nézzétek meg. Jó, hát így úgy látszik a kamerában, de egyébként nem igazán, nem koszos. Itt van a teteje, szépen, tehát ez körülbelül, de tényleg, tehát ezt még anyukám vette, és iszonyatosan régen, mert körülbelül az 1990-es évek vége felé, talán valamikor, de még lehet, hogy az elején. Úgyhogy rettenetesen rég, lehet, hogy már 30 éves is van, nem tudom, és semmi baja nincs az ég egyötti világon, semmi baja nincs, se a kupakjának, se a pohárnak, és ha ebbe beleteszem, akkor ezt tudom, hogy légmentesen lezár, nem fog megromlani, nem lesz semmi baja, és ebbe szoktam megkutyulni, ez kis helyen is elfér, ezt be tudom tenni a hűtőbe, meg aztán van olyan egyéb más dolog is, amihez használok ugye kókuszkrémet, így az étkezések folyamán, úgyhogy azért szoktam megvenni egyszerre többet, mert ugye innen szoktam rendelni, és akkor így gazdaságosabb. Úgyhogy ez lett volna az én kis videó, hát örülök neki, hogyha megnéztétek, aztán, hogyha ötletet is adtam valakinek, annak meg még jobban örülök, és legyetek jók, vigyázzatok magatokra, puszi, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!